Szeretettel köszöntünk titeket az Álom határidővel következő adásában. Mai vendégünk Jelesics Radován, az Erste Bank elnök vezérigazgatója. Szeretettel köszöntünk itt nálunk. És köszönöm a meghívást. És ha megengedett az egész beszélgetésben, kicsit elején visszaugarnánk az időben, mert ezt ugye látjuk, hogy nagyon sikeres nemzetközi karriert építettél fel pénzügyi területen, de bennünk azért felmerült a kérdés, hogy a kezdetekkor a 18 éves önmagadra, ha visszaemlékszel, akkor is ennyire tudatosan tudtad, hogy a pénzügyi pálya lesz a te utad. Egy frászt. Én csak azt tudom, hogy a papa az áfész kocsmát vezet, amit úgy hívtak Herceg Zsigmond, hogy gondőző, és én annyira szerettem ezzel a pénzzel dolgozni, hogy valahogy ez úgy belém ivódott. Aztán egyébként marketinget választottam az elején az egyetemen, aztán ebből lett a pénzügy, aztán a Deutsche Bankból lett egy picikét tanácsadói, és aztán ebből lett a központi bank, nemzeti bankos voltam én is, és aztán onnan át akartam mindenképpen jönni erre az oldalra, mármint a kereskedelmi banki oldalra, és úgy éreztem, hogy 42 éves koromban talán van még egy sanszom visszajönni. Az osztrákok mindig azzal csesztettek, hogy egy jó nemzeti bankárban nem lett egy jó kereskedelmi bankár, ezen még mindig dolgozom, de remélem azért lassan, de biztosan meggyőzöm őket, hogy ilyesmire igenis van lehetőség. Egy picit azért én szeretném, ha lassítanánk, mert ez szédületes karrierív, de hogyha visszalépünk, hogy valakin érdemes nézni azt, hogy mi az, amiben tehetségesek vagyunk, mi az, ami kicsit több kell ahhoz, hogy az ember elinduljon egy úton. Mit tanácsos azoknak, akiknek az édesapja nem ilyen szerencsés, hogy az édesapja által kijelölik egy ilyen útirány. Mit kell tenni az embernek a pályája elején, mi az, amit érdemes tanácsot megfogadni tőled? Ez egy kedvenc mondásom, amit a bankban nagyon sokszor mondom, az a következő, nagyon sok békát meg kell csókolni ahhoz, hogy valamelyikből királyfi legyen, megfordítva is, királynő. És hogy az emberek nagyon fontos az szerintem, hogy nyitottak legyenek, próbálnak minél több és különböző kulturális környezetben emberekkel együtt dolgozni, és ezen keresztül megpróbálni tényleg minél többet tanulni. Az ember sose tudja egyik-másik út, hol fog majd befejeződni. Tehát, hogy én is belegondolok, hogy milyen terveim voltak, és abból mi valósult meg. Szerintem szinte semmi, egyébként nagyon jó a vége, ez a legfontosabb szerintem. Tehát tényleg az a jó magyar mondás, hogy ember tervezésten vége, szerintem az nálam nagyon is megvalósult a nap vége. De ezt akkor tapasztalatból mondod, ezt a próbáljunk ki minél többféle kultúrát, élethelyzetet, körülményt. Tulajdonképpen, ha végignézünk a pályádon, nagyon kozmopolitának is mondhatunk, Amerikától elkezdve Nyugat-Európában nagyon sok helyen kipróbáltad magad. Ez a nemzetközi szemlélet, különböző kultúrák mit adtak számodra? Mi az, amit beépíthetünk akár mi is tapasztalatként? Például szeretnék mondani, pont tegnap volt egy beszélgetés, és már tudom pontosan, hogy az osztrákok mondanak, ott mit jelent az igen vagy nem, tudom, hogy egy németnél mit jelent az igen vagy nem, tudom, hogy egy magyarnál mit jelent. Szerintem nagyon fontos dolgok azok, ahhoz, hogy az ember a hónap csináljon egy üzletet, hónap után csináljon egy kompromisszumot, mert tulajdonképpen ezeket a kultúrákat ismerni kell, ezt nehéz könyvből egyébként csak úgy kihúzni. Hozzá szeretnék tenni, nagyon fontos az, hogy az ember a kultúra ismereten túl legyen megfelelő nyelvismerete is. De én is azt mindig észreveszem, hogyha bármikor nem megyünk Bécsbe, az elején természetesen mindenki angolul kezd beszélni, de aztán jön az első fröccs, meg a második bor, meg egy kis pálinka a végén, és ez nagyon gyorsan felosztódik az asztal, hogy hol beszélnek az emberek csak németül, hol beszélnek angolul, és hol jönnek a más nyelvek. És szerintem ez nagyon fontos ehhez, hogy az ember be tudja lőni, miből, mi lehet, mekkora hatással, és hogy ebből tulajdonképpen nem csak én, mint ember, hanem úgy, hogy a cég is, akit képviselek, mennyi hasznot lehet ebből kihúzni. Tehát körülbelül tudjuk, hogy mi érdekel bennünket, rendesen tanuljuk a nyelveket, és beleugrunk, és elkezdünk sok békát megcsókolni, és figyeljük azt, hogy hol reagál a béka megfelelően, akkor mondjuk elindulunk egy pályán, és sokan, akik bízom benne, követnek bennünket, vagy vezetői kihívásokra koncentrálnak, vagy már megkapták életük első vezetői kinevezését. Nagyon fiatalon
lettél. 32 éves, ha jól emlékszem, az adatokból a jegybank vezetője Szerbiában. Mit javasolsz egy ilyen első igazi komoly vezetői kievezéskor? Hogyan lehet megküzdeni avval, hogy az ember hirtelen a kollégából vezető lesz, és hogy milyen olyan praktikákat, trükket tudsz a saját életpályádból mondani, amivel te ezt edzetted, erősítetted, és sikeresen vetted az akadályokat? Talán az első dolog az, hogy ne higgyél senkinek. Tehát körbe táncolnak az emberek, verik a válladat, és mondják, hú, de okos vagy, de szép vagy, de jól csinálod ezt. Ezeknek az emberek, főleg az elsőknek, akik ott vannak, milyen körülötted, azoknak tényleg szabad semmit hinni, ez az első dolog. Másik dolog szerintem nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy családja, amik helyre teszi. Sose értettem azt, hogy sikeres vezetők miért veszítik el a családjukat. Egyébként nagyon-nagyon egyszerű formula erre, ugye rám sokkal jobban hallgatnak a bankban, mint otthon. És automatikusan az ember sokkal szívesebben tölteni akkor még több időt a bankba, ugye ott van az asszisztens, ott van a kollégák, jó a főnök, nagyon jó, hozom a kávét, lemegyünk ebédért, miben segíthetünk még, stb. Stb. És valahogy otthon ez nincs meg, hogy az embert úgy, hogy helyre rakják. Tehát mondom, nagyon fontos ez is. És nagyon fontos szerintem az is, hogy az ember öntudatosan tudtába legyen, hogy az ember tudja pontosan, mi az, amit ér, mi az, amit ez értek, mi az, ami ez nem. Jó? És ehhez meg az kell, hogy az ember kritikus embereket is maga körül vegyen. Nagyon sokszor azt veszem észre, főleg Magyarországon, az itteni kultúrában, hogy az emberek annyira rosszul veszik, hogyha valaki feedbacket mond, természetesen konstruktívan kell elmondani, de hogy ennél nagyobb segítségét én még sose kaptam, amikor az emberek azt mondták, Radován, ezt nagyon jól megcsináltad, de jó, ezen is ezzel lehetne változtatni, és ezeket az embereket annyira kell őrizni, ezeket az embereket kell legjobban támogatni, akik tényleg hajlandóak elmondani ezt a kritikát, mert ezek nélkül tulajdonképpen elveszítjük a realitáshoz az érzetünket, és egyszerre elszállunk, és utána nagyon nehéz lesz visszatérni még egyszer a földre. Legyen olyan ember körülöttünk, aki megkérdőjelez bennünket, és minden körülmények között elmondja, ha valamit nem úgy csinálunk, ahogy kellene. Kell-e olyan ember is, aki viszont hisz bennünk? Volt-e az életedben, a karriered során olyan, aki hit benned, támogatott, akár mentorként tudsz rá tekinteni, és hogy mit tanácsolsz ezzel kapcsolatosan, érdemes-e ilyen embereket keresni, és hogyha hirtelen nem ugrik elénk mondjuk béka formájában, akkor hogyan lehet egy ilyen ember találni a környezetünkben? Én általában ilyen emberekkel véletlenül találkoztam. Az egyik az Hessennek volt az elnöke, Frankfurtnak a polgármestere, akinek a házával laktam egy éven keresztül, aki gyönyörű ház Frankfurt legszebb részén. Egy másik ember, aki ugyanígy támogatott és segített, az az ember, aki amikor 32 éves voltam, azt mondta, hogy akkor te gyere be Nemzeti Bank alelnöknek, mert neked hiszek. És ugye ezek azok az emberek, akik nekünk sanszot adnak. Bevallom őszintén, férfiként így néha egy picikét gyorsabban belemegyünk ilyen kihívásokba, mint ahogy kellene, jó? Ami azért nem olyan könnyű, de szerintem nagyon fontos az, hogy az ember, ha találkozik ilyen emberekkel, hogy ilyen, és ilyen kihívásokkal, hogy néha igenis mondani kell igent, még akkor is, hogyha nem áll össze az egész kép. Tehát emlékszem, 32 évesen volt Frankfurtban egy gyönyörű munkahelyem, McKinsey-nél, 20. emeleten, pont egy projekten dolgoztam Bulgáriában, és akkor jött a hívás, hogy nincs kedved eljönni Szerbiába Nemzeti Bank elnök helyettesnek, úgy, hogy nincsen természetesen szerb állampolgárságom sem. És ugye sose felejtem el, ez egy szombati nap volt, és akkor leültünk a feleségemmel, és akkor azt mondja, most akkor te miért mész oda? Hát mondom, ott majd megváltjuk a világot. De azt mondja, ott van 7 millió szerb, ehhez te nem kell lesz, váltsák meg ők a világot. De mondom, de engem hívtak. És mondja, aha. Most hogy lesz ez a fizuval, meg a biztosítással, meg a nyugdíjjal, stb. Stb. De mondom, ott most történelmet írnak, de azt mondja, írhatott valaki más is történelmet. Tehát, és aztán igen mondtam, szerintem ez volt az életemnek a legjobb döntése, utólag, csak utólag tudtam meg, de szerintem kell, hogy az embert így egy picit megragadja az, hogy na most akkor teszünk valamit és csinálunk. Azért volt egy jegyem, mármint visszatérési lehetőségem a McKinsey-ben még egy éven keresztül. Egyébként ez is nagyon fontos, hogy az ember meg tudja tartani a függetlenségét. És nekem nagyon sokat segített, amikor kint voltam Belgrádban, hogy tudtam, hogyha bármi félrecsúszik, vissza tudok menni. Jó?
Igen, igen. Ezért ez a kockázatvállalás, ez most engem megérintett, és mondtad, hogy mi férfiak. Hogy azt hadd kérdezem meg, hogy egyébként a saját tapasztalatomból ugyanezt. Igen, és én élnék ebben, mert hogy a saját tapasztalatomban engem főleg fiatal hölgyek keresnek meg mentorálás kapcsán, és nagyon-nagyon gyakran az egyik témánk az a kockázatvállalási hajlandóság. Alapból, egyébként a szakmámból is tudom azt statisztikákból, hogy a befektetési hajlandóságnál és kockázatvállaló képességükben kockázatmentesebb életet szeretnek a hölgyek élni. De az üzleti világban, a karrierben ezt muszáj, ezt az izmot szintén hát feszegetni és erőltetni, ezt az akarókát, hogy mi az, ami, ha láttál ilyet a környezetedben, mi az, amit tudnál olyanoknak tanácsolni, hogy legyen az fiú vagy lány, férfi vagy nő, hogy még érdemes, és milyen kérdéseket érdemes, vagy milyen biztonsági hálót érdemes kitalálni, ha mondjuk nincs valakinek egy ilyen ajánlata, hogy visszamehet a McKinseyhez, vagy visszamehet az előző cégéhez. Ha van egy lehetőség, hogyan tudunk magunknak tudatosan valami olyan hálót építeni, ami segít az ugrásban? Egy valamit, amit megtapasztaltam itt az Erste-ben az első 10 évben, az, hogy bármikor új poziról beszéltem, és amikor hölgyekről volt szó, néha az az érzésem, hogy szinte térdepelnem kellett. Te ezt tudod, ne félj, segítek, támogatok, jó? A férfiaknál a kérdést már még be se fejeztem, a válasz az volt, csak most jutott ez az eszedbe. Én ezt régen meg tudtam volna csinálni, jó? Egy óriási különbség van. Tehát sokkal tudatosabb, sokkal alaposabb, körbejárja, megkérdezi, hogy most ennek mi a plusz, mi a mínusz. Férfiak azok meg se hallották a kérdést, meg kattannak, jó? Már ezt mindjárt tudják, jó? Viszont a másik oldalon meg, ha egyszer meg rábólintanak a hölgyek, általában ezt sokkal jobban meg is csinálják, és sokkal nagyobb a felelősségtudat ebből a szempontból. És ezen kéne szerintem egy picikét segíteni, ezért is szerintem fontos hogy pozitív diszkrimináció. Ezért is szükség van szerintem erre támogatásra, hogy ebben egy picikét segítsünk. És ezért is annyira fontos, hogy meglegyen a családi támogatás, és hogy az ember ezt ne egyedül csinálja, hanem hogy ez így a családba szépen az ember meg is beszél. De mondom, nekem az a tapasztalom, hogy hölgyeknél sokkal nehezebb volt, sokkal nagyobb döntést, és sokkal alaposabb. Nem tudom, neked is. Abszolút, és azt gondolom, hogy ez az önbizalommal, illetve a neveltetéssel kapcsolatos, ahogy elmondják nekem a fiatal hölgyek, és hogy a saját életemre is emlékszem. Alapvetően én csak azt tudom mondani, amit te is mondtál, hogy a vezetők nyilván térdepelnek továbbra is, de itt a hölgyeknek is kell lépni, és valahol ezt a tudatos kérdéssort lehet, hogy hamarabb el kell kezdeni önmagukban, vagy abban tudunk segíteni, hogy mindig évente, mondjuk a születésnapjukon csináljanak egy ilyet, hogy ott állok, ahol ott, mi a következő lépés, mi szól mellette, ne várjanak feltétlenül arra, hogy a vezérigazgató letérdebe levéljük. Csinálják ezt a career developmentet is, mindenki a maga intézményében. De ugye ott is valahogy az embernek az az érzése, hogy tehát sokkal nagyobb és szélesebb a koordinátorrendszer, sok minden más is benne egy fontos szerepet játszik, és nem csak az, hogy most nem tudom, B-2-es, vagy B-3-as, vagy B-1-es vezér leszek, és itt kéne valószínűleg picikét talán céltudatosabban azt mondani, hogy igenis, én ezt meg akarom csinálni, és el akarom érni. Vagy itt, vagy pedig valamások. Én azért még nem hagynám abba ezt a témát, mert ez engem például nagyon érdekel, és nagyon jó, hogy vannak ilyen kezdeményezések, hogy segíti a vállalat, akár a női vezetővé válást is, meg ezt a folyamatot. Ebben az évben a képjeljük közöttet nem van. De hogyha most a nemektől eltekintünk, tehát hogy férfiakra, nőkre vonatkozóan egyaránt, hogy ezt az önmagunkban vetett hitet és önbizalmat, hogy képesek vagyunk rá, ezt még hogyan lehet, és ezt Judit hozzád is fordulok, hogy hogyan lehet még inkább így felszínre hozni, vagy milyen kapaszkodók lehetnek, amik tényleg segítenek abban, hogy mi elhisszük azt, hogy képesek vagyunk, ha nem áll mellettünk egy ilyen segítőkész vezető. Szlogenünk higgy magadban, ami szerintem sok mindent megmond, és szerintem tényleg én tényleg hiszek abban, amikor azt mondom, higgy magadban, és szerintem kell egy megfelelő, hogy is hívják, öntudat, és kell az, hogy az ember
tényleg higgyen abba, hogy ezt meg tudja csinálni, és szerintem ez működik, jó? Igen, be kell fektetni. Az előbb mondta, hogy Nemzeti Bank, Kereskedelmi Bank, tehát én is így ideig azért dolgoztam, hogy idézőjelben legyen hírnevem. Nem mindig csak a pénz megy föl, néha a pénz lemegy, de a pozíció fölmegy, néha meg a pénz megy föl, és a pozíció megy le. Tehát ezt is el kell fogadni, sose felejtem el, amikor nagyapám 2004-ben, amikor beszélgettem vele, hogy most akkor menjek el a Nemzeti Bank elnöknek X fizetésért, vagy pedig ötször nagyobb fizetésért egy kereskedelmi bankba, és akkor nagyapám azt mondta, Nemzeti Bank elnök az ember életében csak egyszer lehet, jó? És ezek után nincs több kérdés, jó? És igen, akkor abban a stádiumban, akkor ez úgy nézett ki, hogy sokkal kisebb a fizó, de tudtam, hogy valahol ez majd egyszer kompenzálva lesz, és többszörösét visszakaptam. Tehát ez a személyes brandépítés a karrier során, azt hallom tőled, hogy nagyon fontos, és hogy megtérül, hogyha olyan feladatokat vállalunk el, vagy olyan pozíciókat, amik adott esetben nem hirtelen előnnyel járnak, adott esetben lehet, hogy több munkával és kevesebb fizetéssel, de mindenképpen hosszú távon egy befektetésnek minősül. Ez a befektetői szemléletet mi, hogy látod, lehet tanulni, hogy lehet a türelmetlenséget, amit sokszor mondják, és nem tudom, hogy ezt te tapasztalod egyre fiatalabb generációknál, az a nagyon gyorsan, nagyon hirtelen, hogy lehet ezt a kettőt összehangolni, a türelmetlenséget úgy csillapítani, hogy lássa, hogy a befektetés az előbb-utóbb eredményt fog hozni. Egy picit ilyen történelmi kontextusban szerintem egy valamit mindenki megtanult, aki a vasfüggönynek ezen az oldalán született, hogy tulajdonképpen mindent el lehet veszíteni. Jó? És hogyha az ember családjának a történelmét visszagöngyölíti az utóbbi 100 évben, nincs olyan család, akitől valamit nem vittek el, valakit nem zártak be, és az ember egy valamit megtanult, hogy tulajdonképpen itt semmi se biztos, és valahogy nekem az volt az ötletem, hogy tulajdonképpen egy valamit tudja, amit senki nem tud elvenni, méghozzá, amit itt az ember saját magába befektet. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és én is, amikor elmentem Amerikába, úgy mentem ki, hogy egy szemeszterre volt pénzem, másodikra nem, harmadikra meg aztán tényleg semmi, de abban reménykedtem, hogy akkor majd kapok valami ösztöndíjat, stb. És szerintem ennél jobb befektetés, mint hogy az ember saját magába fektessen be, tényleg nincsen. Ez, hogy az ember egy brandet épít, igen, ez nem mindig olyan tudatos, de és tudom, hogy az új generáció ugye minél előbb, minél többet szeretne megcsinálni, de bevallom őszintén, én egészen más Nemzeti Bank elnök lennék most 53 évesen, mint amilyen voltam 34 évesként. És nem mindig jó az, hogy az ember túl sokat, túl gyorsan elér. Jó? Sokkal jobb lett volna szerintem nekem úgy lenni Nemzeti Bank elnökként, korábban dolgoztam a Kereskedelmi Bankban, és nem pedig fordítva. És néha az nem biztos jó, hogy az ember így korai éveiben sok mindent megél, mert azért minden nyelvét is van rengeteg mondás, és ugye ezeket nagyon sokszor az ember csak akkor tudja pontosan megérteni, ezt végigélte, jó? Megélte, jó? És saját maga is megtapasztalta. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember olyasmit csináljon, amit szeret. Olyan lehetőségek vannak ma országban, országon kívül, iparágon. Emlékszem, elkezdtem az Erzsébet 10 évvel ezelőtt dolgozni, fölteszem a kérdést, miért nem veszünk fel nem közgázt végzett diákot? Ó, hát bankba eljönni nem közgáz egyetemi végzettség. Hát ez sose fogja felfogni, hogy mi történik, jó? Tehát hál' az Istennek ezek a klisék most már Magyarországon sincsenek meg, jó? Tehát iparágokon belül, külföld, belföld, annyi mindent lehet csinálni, és szerintem az embernek csak egy valami nagyon fontos, hogyha minden nap hazamegy, lefekszik, el tud saját magával számolni, hogy ma mivel lett gazdagabb, mi mindent tanult meg, mennyi embert ismert meg, volt csokkolózás, vagy másik dolog, jó, ami a békákat illeti, de hogy mi az, amit ő hozzá tanult, jó? És másrészt meg nem csak a higgy magad, de az ember higgye azt, hogy valaki ott föntről nézni, és előbb-utóbb ő is kap egy sanszot, és ő is kap egy lehetőséget, és tényleg hiszek abban, hogy minden ember megkapja ezt a lehetőséget, valaki észreveszi, valaki nem, valaki kihasználja ezt, valaki nem. Szerintem előbb-utóbb mindenki jót tesz, valamit ugyanúgy ebből szerintem vissza is fog kapni, ez is szinte egy igazi befektetés. Amikor elkezdtük ezt a kezdeményezést, illetve a mentoring folyamatot Flórával, akkor jellemzően mindig vezetőket, és gondolom hasonlóan tapasztalod ezt te is,
Ugye sikereket lehet olvasni, a karrierlépcsőket, mérföldköveket. Kérdezhetlek én arról, hogy mit tanultál azokból az élethelyzetekből, amikor valami nem sikerült, mit adott hozzá a te életedhez, a karrieredhez, és hogy mit javasolsz, hogy a fiatalok hogyan álljanak ahhoz, hogyha valami nem sikerül, ha nem nyerik el azt az adott pozíciót, vagy adott nem sikerül a projektjük. Mit teszel te annak érdekében? Te mit tanultál, és most már mit tanácsolnál mondjuk a fiatalkori önmagadnak? Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember ezekből a rossz helyzetekből tényleg ugyanúgy tud rengeteget tanulni. Csak például szeretném mondani, engem fölvettek közgázra, Belgrádba, de én eredetileg Moszkvába akartam menni, mert aki a moszkvai imót befejezi, abból egyszer nagykövet lesz. És van-e valami nagyobb egy nagykövetnél? És utána mégsem vettek föl. Emlékszem, egy évre rá találkoztam ezzel az oli emberrel az egyik minisztériumban, és hálásan Ernő bácsának hívták. Nem, megköszöntem neki, hogy nem sikerült segítenie, mert aki már 88-89-ben ment, ők már minden jöttek vissza. Tehát csak azért mondom, hogy az ember sose tudja, mikor járt jól, illetve mikor járt rosszul. Ez egyik dolog. Tehát lehet, hogy ma azt gondolom, hogy rosszul jártam, de a nap végén ez egy nagyon jó dolog volt. Jó? A második dolog, ami nagyon fontos, sose felejtem, hogy elmentem a Nemzeti Bankból, ugye 3 éven keresztül voltam alelnök, majdnem 7 éven keresztül elnök. Tehát az első nap, sose felejtem el az úriember, aki az FB elnöke volt, abból lett a Nemzeti Bank elnöke, jön hozzám, azt mondja, Radován, nézd meg, azt mondja, egy óra alatt 200 üzenetet kaptam. Mondom, nézd meg az én telefonomat, 10 év után, mondom, kaptam 10-et. Annyira fontos, hogy az ember megtanulja és felfogja, hogy az a 200 üzenet, az nem neki jött, hanem a poziának jött. És hogy az ember ezt fölfogja is, hogy ez tényleg úgy átdolgozza, és ebből is rengeteget lehet tanulni, és ezért is szerintem jó az, hogy az ember tényleg több helyen, több poziba megy föl le, mert egyébként az ember elveszíti, hogy az előbb is mondtam, ezt a realitás érzését, és ebből rengeteget lehet tanulni, hogy mit is jelent ez. Ezért is nagyon becsülöm például, van olyan kollégánk, aki valahol államtitkár volt, aztán beül ilyen székre, vezetett egy nagyobb intézményt, de viszont hajlod a hozzánk valami, csak azért, hogy legyen függetlensége, meg nem tudom én, nem tudott ott elvárások meg eleget tenni, nem tudta megemészteni mindazt, amit ott tőle elvártak. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy az ember ezeken a ciklusokon menjen föl le, mert egyébként nem lesz jó vége hosszú távon. Én azt olvastam, és erről nem beszéltünk még, hogy van egy közös, a mi életünkben 3 fiút neveltek a feleségeddel, és nekem is 3 fiam van, és nagyon megérintett az a gondolatot, hogy mennyivel egyszerűbb egy céget vezetni, mint a családban különféle helyzetekben helytállni, és ott egy pillanatra elgyengültem, hogy ez mennyire így van. Mi az, amit viszont számukra úgy gondolsz, hogy ebben a világban, amiben most majd veszik át fokozatosan a stafétát és alakítják az életüket, ilyen alapvető értékként számukra üzensz, és mondjuk ha egy olyan valamit lehetne így ebbe egy hamuba sült pogácsába belesütni és átadni nekik, amit majd esetleg ők is a saját gyermekeiknek átadna, mi lenne az az üzenet? Hogy higgyenek saját magukba. Jó, és talán ezen túl még valami az, hogy próbálják mindazt élvezni, ami most itt van, és ami mindent ki lehet használni. Tehát ez elképesztő, hogy én is napi szinten mennyi embert látok, fejle. Ma reggel is fütyörészve jöttem be a bankba, szerintem annál szebb dolog nincs, amikor az ember fölpattan a biciklire, végigjön itt a Duna mellett, gyönyörű idő van, szép idő van, azt csinálom, amit szeretek, még meg is füzetnek érte, tehát ez tényleg egy nagyon szép dolog. És az emberek tényleg próbálják még élvezni mindazt, ami van. De ha visszatérve egy picikét, mindig ezt a hasonlatot szoktam használni, hogy a Németországban, az emberek elfogadják, hogy ez az életnek a kerete. Jó? Van golfja, akkor elmegy évente egyszer Horvátországba, van merci, akkor még lehet, hogy évente belefér még egy síelés is. És valahogy az ember megpróbálja itt a keretek között a maximumot ebből kihozni. És nem pedig az, hogy akinek golfja van, akkor könnyű a mercisnek, mert könnyű annak, akinek még több van. Tehát ahelyett, hogy ezzel foglalkozunk, valahogy próbálják az emberek ebből a setupból, ami most van, kihozni tényleg a maximumot,
és talán még utolsó gondolom, hogy a gyerekeket illeti, és tényleg egy fantasztikus, el sem tudom képzelni azt, amikor a szülők így elkezdik mondani, a gyerekek ilyenek, olyanok, stb. És ez egy fantasztikus dolog, hogy ennyi mindent tudok megtanulni a gyerekektől, jó, alig várom, hogy érted, este ők tanítanak engem, sokkal jobb, mint hogy a kollégák csinálnak. Jó, az ember sokkal gyorsabban tőlük átveszi, és hogy mennyire segítenek nekünk, hogy megértsük, tartjuk mindent legalább egy szinten azzal, hogy ahogy a világ változik, hogyha minket is támogassanak, és szerintem, amikor majd átmegyek ilyen 15-20 éven keresztül, akkor már tulajdonképpen nekünk van olyan szükségünk rájuk, mint nekik rá. És szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy pont ezen gondolkoztam valamelyik nap, amikor megint valami applikációt mutattak, mit lehet gyorsabban, egyszerűbben, és még könnyebben megcsinálni. Tudástranszfer, ami most egyre fontosabb lesz. Viszont hoztál nekünk egy könyvet ajánlásként, hogyha erről kérhetünk tőled pár gondolatot, hogy miért ezt választottad, és kinek ajánlod? Hát azért választottam, mert ugye ezt a kollégáimnak mindenkinek megvásároltam, jó? Kötelező könyvként, hogy állandóan abból indulnak ki az emberek, hogy miért csináljuk mindazt, amit start with the why, mindazt, amit napi szinten így a bankba, az üzletbe, meg a privát életünkbe is megpróbálunk elérni. És könyvben elsősorban azt szeretem, ugye, hogy nagyon sok fals elképzelés van az, hogy működik a menedzsment, hogy csinálják. Nagyon örülök, hogy az egész menedzsmentes dolog drasztikusan megváltozott. Én állítom, hogy 20 évvel ezelőtt maximum portás lehettem volna, jó, tehát ez a főnök mindent tud, főnök mindent lát, a főnök a külön liftbe jár, a főnök mindig ki van csípve, meg nyakkendőben van, stb. Hál' az Istennek, ennek a világnak már ezen már túl vagyok, de mondom, ebbe a könyvbe, ami viszont nekem leginkább tetszik, az, hogy az ember megpróbál megtalálni a mindennapi munkának az értelmét, ami szerintem azért is fontos, meg amennyi időt mi a munkával töltünk, sokkal több sajnos, mint a gyerekekkel, mind a szeretteinkkel, hogy akkor ha már egyszer az ember csinálja, akkor legalább tudja, hogy mi az értelme ennek az egésznek, és ezért választottam ezt a könyvet, illetve ezért szokunk néha a kollégákkal közösen ezzel a könyvvel is átmenni. Megkérdeztetem azt, hogy neked segített ez a könyv abban, hogy te megtaláld ebben a mi értedet, vagy segített rávezetni, vagy már tisztában voltál, és a kereteket egy kicsit irányt adott neki, vagy letisztította? Inkább letisztította, inkább adott alapot arra, hogy ez a probléma, amit én látok, az nem csak itt van, hanem más cégeknél is, más iparágban is, és más országokban is, más kultúrákban is. És ilyenkor sokkal tudatosabban mozog az ember, és nagyon sok segítséget is kap, mert én azt veszem észre csak, hogy minél magasabb megy az ember egy menedzsmenti fokon, annál kevesebb időnk van saját magunkat képeznünk. Jó? Tehát mindenkit küldünk ide-oda-amoda, aztán a nap végében minket nem küld senki sehova. És ezért szerintem nekünk nagyon fontos, hogy legyen valamilyen lehetőség az, hogy lehet minket is. És közben, aki minket fogja fejleszteni, illetve hogy tudunk mi tovább fejlődni. Szerintem ez egy nagyon jó segítség volt ez a könyv. A családodon és a könyven kívül mi ad számodra inspirációt, hol találod meg a saját most is a fejlesztést, és hogy látod, hogy lehet fönntartani ezt a folyamatos nyitottságot és érdeklődést? A legfontosabb szerintem nekünk vezetőként az, hogy az embereknek legyen energiájuk. És még az is, hogy nem tökéletes, de legalább látom, hogy legalább mozog, legalább van valami ötlete, legalább dolgoznak a klikerek ott a fejébe, jó? És ez az, ami megőrít, jó? Amikor ez nincsen meg az emberekben. Ez természetesen nekünk is inspirálódnunk kell, ugye valaki minket is fogja kell, hogy húzzon, reggel 3-4-8-kor, mielőtt bejönnénk a bankba. Nálam egy inspiráció, hogyha biciklivel tudok bejönni a bankba, és próbálok elsősorban a kis dolgokon, a kis beszélgetéseken, a kollégákkal egy kis inspirációt összeszedni, mielőtt följönnék meg a 12. emeletre. Tehát ezekből a kis dolgokból, a nagy dolgok ritkán történnek meg, jó? De ezekből kicsikből próbálok valamit meríteni, mert ugye nekünk is valahogy fel kell töltönnünk, és családban sajnos keveset töltünk, ezért elsősorban a többi kollégákkal próbálok így egymásnak adni a stafétabotot, illetve meg természetesen a természetből, ami nagyon sokat segít. És talán végezetül pénzzel foglalkozol egész karriered során.
banknak ügyfelei a vállalkozók is. Hogyha valaki úgy dönt, hogy mondjuk egy karriert, amit eddig egy cég életében másoknak dolgozva töltött, és elgondolkozik azon, hogy saját vállalkozást indít, vagy tervez, mi az, amit pénzügyileg adnál egy ilyen indító tanácsot, mi az, ami fontos lehet pénzügyi szakemberként azoknak, akik gondolnak egyet, és azt mondják, hogy most már elég sok dolgot megtanultam egy cégnél, és rengeteg képzésre elküldtek, és most már úgy érzem, hogy a határaim azok kifeszültek, elkezdenék valamit saját magam csinálni. Tehát abból a szempontból, hogy én, mint bankár, mit mondanék neki? Hát mivel neki? Saját vállalkozásban, de segíts, hogyha ezt a részt nem ismerem a karrierednek, de hogy mindig egy valamilyen intézmény vagy banknak voltál, mit látsz akár banki oldalról, bankvezetői oldalról, hogy mi lehet egy fontos dolog pénzügyi szempontból? Nagyon sokszor azt látom, hogy az emberek túl biztosak abban, hogy az ötletük mindenképpen meg fog valósulni, és egyszerre túl sok pénzt tesznek egy helyre. Nagyon sok embert láttam, aki saját bizniszében nagyon sikeres volt, aztán elment magánbizniszre, és nagyon gyorsan rengeteg pénzt el lehet tapsikolni. Jó. Tehát itt ugye főleg az, hogy ne tegy az összes tojást ugye egy fészekbe. Főleg vezetőként, hogyha olyan cégből jöttek, ahol aztán ők voltak a nagymesterek, és nem voltak egy picit megrázó őket, itt azért nagyon gyorsan jelentős pénzeket el lehet bukni, és akkor még ezek a szubjektív dolgok, ugye ezek azok a dolgok, ami, hogyha ő valamit rosszul csinál, és akkor még a koronavírus ilyen olyan más kihívás. Mindenesetre szerintem itt nagyon sok forró fejű embertől láttam, hogy már nagyon sok pénzt elbuktak. Tehát érdemes egy jó pénzügyi tervvel rendelkezni, és legalábbis... És nagyon fontos az, hogy az ember előre megmondja azt, hogy meddig hajlandó menni. Mert azt veszem észre, hogy akkor na még azt, és aztán egyszer csak az ember megfelelő, és az, hogy Jézus Mária, mekkora utat megtettem, és ez már tényleg felesleges volt. Tehát, hogy az ember tényleg tartsa magát ahhoz, elmész egy aukcióra, megmondom, maximum ennyi pénzt adok a képért, akkor az ember elmegy valamit vásárolni, maximum ennyit. Mert egyébként ez mindig csak egy kicsi, és főleg akkor, hogy az ember sikeres volt, még meg is engedheti magának, hogy még egy picikét kínál, meg még egy picikét rákínál, és akkor egyszer csak az egészet. Tehát legyen határidőnk, legyen tervünk, és vagy egy feleségünk, vagy egy férjünk, aki megkérdezi, hogy akkor mi és a gyerekek is erre ide jobbak. És a gyerekek is, vagy egy olyan üzleti támogató, aki felteszi azokat a kérdéseket, amik relevánsak tudnak lenni. Van nekünk egy staféta kérdés hagyományunk most már. Balogh Petya volt a vendégünk előtted, és ő azt a kérdést címezte neked, hogy vajon lesz-e olyan, amikor nem kell majd pénz az emberiségnek ahhoz, hogy az egymás közötti bizalmat ebben mérjük. Szerintem ez már most is megvan. Van egyébként egy szermondás, minden olcsó, amit pénzért meg lehet vásárolni. Jó. És ez tényleg így van, főleg amikor az emberek hiányzik a szeretet, hiányzik az egészség, hiányzik sok minden más. Szerintem ez már most is így működik, főleg a barátok, meg a családon belül. És remélhetőleg minél jobban fölfejlődik ez a közép-kelet-európai régió, annál kevésbé lesz fontos ez a pénzügyi dolog, és ezen mindannyian dolgozunk, és szerintem jó úton haladunk. Higgyünk magunkban, legyen egy jó pénzügyi tervünk, merjünk beleugrani a következő kihívásban, gyűjtsünk magunk köré objektív támogatókat, és legfőképpen ehhez sokat biciklizzünk. Mármint, hogy olyan értelemben, hogy tekerjünk el odáig, hogy a következő helyre, és azért az nagyon fontos, hogy találjuk meg azt, amivel saját magunkat tudjuk energetizálni, főleg akkor, hogyha másokért felelősek vagyunk, és vezetők vagyunk, hiszen belőlünk az mi energiánkból is táplálkoznak, inspirálódnak. És mi még részben az ő munkájukból is élünk. Mert ugye nélkülük valójában őszintén egy nagy intézményben a több száz, meg a több ezer ember helyett, tehát ez egyszerűen lehetetlen megcsinálni, és ezért is szerintem fontos az, hogy új vezetők mennyire emberközeli, mennyire megszólítható, mennyiben tud, ha nem is a munkámat elvégezni, de legalább támogatni, és legalább hozzám szólni, és legalább beszélgetni, és nem kell tőle megérni, mikor látja az ember a menzán, illetve a lépet. Mert hogy ez egy körforgás, és így fontos visszaadni, és ápolni a személyes kapcsolatokat, interakciót. És minél többet ad az ember, én állítom, annál többet fog is kapni. És azért egy elnök vezérigazgatónak nem
jönnék egy sablonos staféta kérdéssel, mert hogy a következő vendéget még nem tudjuk fellebbenteni a fátlat, hanem elindulnánk egy kicsit majd a social médián is, és van-e benned olyan kérdés, ami a hallgatóinkhoz, akik majd követnek bennünket, és majd alkalmuk lesz szöveges üzeneteket küldeni, olyan kérdésed, ami benned azért motoszkál és azért foglalkoztat, mert a fiatalok a jövő, és akár a bankban is, akár az egész társadalomban meghatározó szerepük lesz a jövőben. Mi az, ami neked fontos kérdés, és szívesen kapnál későbbiekben visszacsatolást, a mi dolgunk meg természetesen az lesz, hogy eljutassuk hozzád a választ. Milyen olyan kérdés lenne, amire örülnél, ha sok fiatal elküldené röviden a válaszát, és számodra is hasznos lenne? Tudnak-e valamit tanulni más embereknek a tapasztalatából? Tehát, hogy azt, amit én csinálok, azt, amit ma elmondtam, azt, amit ma beszélgetünk, hogy hasznos ez egyáltalán számára, vagy pedig azt mondja, hát ez egy 53 éves őszbácsikot elmondta, aztán mi közöm nekem ez az egészhez. Szerintem ez egy fontos feedback, mert hogyha van értelme, akkor csináljuk. Jó, ha meg nem, akkor meg szívesebben biciklizünk még egy picit többet. Úgy tenném fel a kérdést, hogy akkor azt kérdeznénk, hogy mit tanultál az adott vendégünktől, vagy a te élettörténetedtől, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat, személy szerint nekem nagyon értékes volt az, amit kaptam tőled, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Ezt az amerikák úgy mondják, hogy high five kérdés, mert hogy az összes eddigi vendégünkkel kapcsolatosan releváns, és a mi kezdeményezésünkkel is, úgyhogy köszönjük neked ezt a csattanós befejezést. Nekik is gratulálok, hogy ezt a munkát, ezt a terhet anyagatokba vették, és remélhetőleg sikerül még pár embernek, új generációnak ebben is segíteni. Aki viszont szerintem már annyira más, tehát én látom a saját gyerekem azt, hogy mennyire tudatosabbak, mennyire, hogyan tudnak nemet mondani, tehát nem tudom, hogy voltál vele faternak vagy mamának nemet mondani, hát repül, mindjárt a Schaller, jó? Tehát, és hogy mennyiben segít, és ugye az ember még ennél is néha visszapofázna, nem mert, és aztán még tudnak jókot is fölhozni. Elképesztő, hogy mennyire más az új generáció, ami szerintem egy fantasztikus. És remélem, hogy nem csak otthon, hanem majd az éles környezetben is, mert nekem még ez ugyanígy egy nagy kérdés. Ugyanígy fognak majd viselkedni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm a meghívást. És feltétlenül a kérdést azt dobjuk majd a social médiára. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, és figyeljetek, mindenkinek legyen álma, de határidővel.